I ain't afraid of no ghost. Nem félek a szellemektől. Sziasztok! Igen, lesznek szellemek ebben az előadásban, és aki fél tőlük, az jön hátrébb, kérem. És lesz még sztori, problémák, megoldások, úgyhogy izgalmasnak érkezik, mint a mesében. Most megkísérlem váltani a lapot. Egy, két, há, és fejlesztő vagyok. Így nézek egy tipikus nyár után, egyébként meg virtuális valóságot, kétteresztett valóságot és ilyen tanuló alkalmazásokat fejlesztek, és szeretek mindenféle érdekes dolgokat tanulni. Készítettünk virtuális valóság alkalmazásokat, ezek részben publikálva is vannak, de hát a többség az még nincs publikálva, tehát ilyen 20-30 projekten dolgoztam, amiről vagy nem beszélhetek, vagy még nincsen publikálva. Probléma. Tehát ugye úgy tűnik, mintha egy virtuális valóságot nagyon nehéz lenne elkészíteni, és ez komoly, ilyen több hetes, hónapos munka lenne. És ez nem így van. Unity 3D-vel egy 10 percen belül létre lehet hozni egy egyszerű virtuális valóságot, és most nem tudom nektek hogyan. Annikor mutatom 4 percet, hogy 4 percen van, és még 30 slide-ot le kell tolnom, úgyhogy sietni fogok. Tehát, sztori. Ma reggel beszéltem a Katával, és mondja, hogy arról beszéltünk, milyen érdekes lenne, hogyha ezt a imént látott metrós és föld alatti modellt meg tudnánk mutatni 3 dimenzióban. És akkor most megmutatom nektek, hogy lehet tényleg 5-10 percen belül elkészíteni egy ilyen virtuális valóságot. Simán készítek egy projektet. Ez így néz ki egy projekt, teljesen üres, pár szellem van benne, de azon kívül semmi. Fogjátok a 3D-s fájlokat, bemásoljátok a megfelelő könyvtárba. Egyébként csak simán egy üres könyvtárba bemásoljátok a 3D-s anyagokat. Az meg is jelenik kapásba a Unity rendszerében. Utána simán csak rákerestem Google-el a Cardboard-nak a SDK-jára. Ez egy nagyon egyszerűen letölthető plugin. Ezt beimportáltam és beállítottam. Ez nagyon bonyolultnak néz ki, de igazából csak ezt az egy dolgot kellett átdragálnem ide, és akkor már működött is. Tehát nem kell félni tőle, ne jegyetek meg ettől a sok mindentől, ezt az egy dolgot átdragáljátok ide, és jó. És utána a play gombot megnyomjátok, és már működik is, így néz ki a PC-n. És utána átállítjuk Androidra a buildet, hogy Androidra buildeljen, és már lehet is nyomni a buildet. Tehát ki lehet utána buildelni. Itt beállítjuk az alkalmazás nevét, Budapest Underground, tettem hozzá egy ikont még, meg beállítottam ezt a Bundle Identifier-t, és utána már lehet is menteni. Tehát simán csak egy APK-t kimentetek ide egy könyvtárba. És ennyi, tehát azonnal meg is jelenik a telefonon. Tehát simán rádugtam a telefon, működött is, és így megjelenik az ikon, tehát simán a telefonon mindent beállít, és lehet is próbálni, és működik is. És ilyen eszközökön utána meg tudjátok nézni. Egyébként itt van most, meg tudjátok nézni, ha érdekel valakit. Egyébként ez egy Cardboard, ez egy Mattel Viewmaster, ez meg egy Duravis Dive. Ezek az egyszerű, legegyszerűbb VR rendszerek. Egy percen van, úgyhogy sietek. És ez körülbelül, tehát így mondta a Kati utána, hogy ez nagyon jó, tetszett neki, tehát igazából egy órán belül megvolt a megoldás. Tehát ennek van hírértéke, hogy egy órán belül ezt ti is meg tudjátok csinálni, ingyenes az egész, és bármilyen 3D modellt meg lehet jeleníteni. Kész. AR, egy percen belül, hát az ugyanez az AR is egyébként, fogjátok és letöltitek a megfelelő plugineket, importáljátok, beállítjátok és mehet is a buildre. Ha érdekel valakit, meg tudom mutatni. Komolyan, fél órán belül megvan. Ha akartok fogadni, állom a fogadást. Így néz ki például egy ilyen AR megoldás, és hogyha kérdésetek van, még gyertek el a Unity 3D meetupra, ott ilyen megoldásokról is beszélünk, és most lesz április 20-án egy pont, úgyhogy szívesen szeretettel várom mindenkit,
és ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdés? Nagy jelentkező van. Akkor itt a, visszamegyünk a szellemhez, és tehát itt a cardboard könyvtáron belül van egy olyan prefab könyvtár, és azon belül a cardboard main-t, ez egy prefab, ezt áthúzod ide. Egyszerűen egyetlen dolgot kell csinálni, tehát hogy ez, ilyen, ez egy ilyen, minden elő van készítve neked, az a lényeg, hogy ez össze van csomagolva, ez egész rendszer hozzá, vagy ez a plugin, és ha ezt a drag and dropot megcsinálod, akkor működni fog. Egyébként érdekes módon ez megy Oculus Riften is, és megy HTC Vive-ban is. Tehát nagyon, nagyon egyszerűen lehet Unity-ben ilyen virtuális valóságot fejleszteni. Szoktam kérdés úgy sorra nézni, és ott is van az, amikor én csak először 274-nek a fácát, navigációt, kezelés, stb. Mennyi szíves ehhez még készíteni? Tehát igaza van az Ádámnak, mert ez csak az alap VR-re vonatkozik, amikor simán csak belenézel egy 3D-s jelenetbe. Tehát ez nagyon egyszerű. Hogyha interakciót szeretnél, akkor az már egy bonyolultabb dolog, ott már jöhetnek több napos fejlesztések. Ott már attól függ, hogy milyen rendszerre pontosan mit szeretnek. Gyertek el a Unity 3D Meetup-ra, és akkor beszéljük el. Beszéltünk róla, tehát hogyha valakinek konkrét elképzelése van, akkor keressen meg, és szívesen elmondom, hogy körülbelül mennyi idő egy ilyet megcsinálni. Igen? A Unity 3D-s meetupnak mi az üzemmódja? Ez egy ingyenes meetup, és hogyha eljössz a kávézóba, akkor nagyon örülnek, ha iszol valamit. De ha nálatok tartjuk a Hackerspace-ben, akkor ingyenes. Ja. Akkor szerintem hogy fogod össze az eszközöket? Igen. És az eszközöket kéne próbálni, keresetek meg, és akkor szívesen megmutatom, hogy néz ki ez a modelle a Katinak, ez a föld alatti Budapest. Köszönjük. Oké, köszönjük.